Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét. A csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Egymásra talált a terepkerékpár és az országúti, szakákban még mindig tényezőnek számító kerékpársport. Erre bizonyíték, hogy idén is Szekszárdon, városon belül rendeztek újabb magyar kupafutamot. Az országból szinte minden meghatározó versenyző eljött. Köztük a jövő kisebb-nagyobb szekszárdi cyclecrossosai is. Hiába no, Szekszárd és a kerékpár akkor is egymásra talál, ha éppen nem a gemenci nagybíról vagy más országúti versenyről van szó. Persze ehhez kellett az is, hogy az újra fogékony legyen a város, egész pontosan a sportközpont. Mármint a kerékpáros crossra, a sportágon belül roppant népszerű cyclecrossra. A sportközpont kellő leleményességgel felfedezte a bakaiskola, a társasházak, a lakótelepek övezte területet, mint új izgalmas helyszínt, amire tavaly már lecsapott a Magyar Kerékpárosok Országos Szövetsége illetékes bizottsága. És ez a folytatás az újabb magyar kupa futam szinte garantált volt. Igaz, nem decemberben, hanem most október 3. hétvégén. A gyermekektől a Masters kategóriáig, aki bejegyzett cyclecrossos, egy kivétellel, szinte mindenki eljött, az elhúzódó vénasszonyok nyara nyújtotta utolsó nagyszerű körülmények között történő versenyzési lehetőségre. Azok, akik a cyclecross komolyan veszik ma Magyarországon, azok itt vannak, kivéve egy-két nagyobb nevet, például a Vas Balázs az most külföldön versenyzik Ausztriában, mert szeretne az Európa-bajnokságon részt venni, meg a világbajnokságon, viszont ahhoz pontokat kell szereznie nemzetközi szinten, tehát ő most egy ilyen nemzetközi versenyen vesz részt éppen, de azért az eleje az itt van. Ott jártunkkor az egyik legnépesebb mezőn indult, mert hogy összevonták a felnőtt, a Masters versenyzőket és a nagyon népes juniorokat. Fotósokat vonzó látvány volt, ahogy egymás mögött szinte kisebb-nagyobb bolyok küzdöttek a rámpákkal sűrűn borított terepen, és aztán mindenki tekert, ahogy mondani szokás, ahogy a csövön kifér az egyenes szakaszokon különösen. Közel fél óra gyürkőzés a tereppel, és nagyobb meglepetés nincs. Az országútról is ismert Góhér Mihály és Fésűs László érkezik az első, illetve a második helyen, utána jött a maxi bájkos hajas Tibor, aztán a legjobb hölgyként a junior kategóriában Kovács Kinga érkezett, aki mint első érkező abszolút kategóriában is győztesnek számított. Más ez a cyclecross, mint a pálya, az országút vagy a mountain bike, de egyelőre itt is azok dominálnak, akik már az országútról is ismertek. Sokat mond arról, hogy a két legjobb cyclocross versenyző az országúton az Európa-bajnokságon második-harmadik lett. Tehát gyakorlatilag az, hogy cyclocrosson is valaki odaérjen az elejébe, ahhoz nagyon komoly versenyzőnek kell lennie. A gyermek kategória szekszárdi ezüstérmesének, Bán Benedeknek is van már országúti múltja, mi több sikerélménye is. Elsőre bulinak fogtam fel, aztán rájöttem, hogy nem is vagyok olyan rossz ebbe a szakákban, aztán most már hát szeretem csinálni. 4 évvel ezelőtt is akkor volt az első ilyen versenyem. Hát nem tudom, szeretem ezeket a technikás pályákat. Itt is gyakoroltunk egy 3 hetet, a sötét völgybe is szoktunk. Magyar Gergellyel vívott nagy csatát a második kör végén az elsőségért Bán Benedek, a szekszárdi szabadidős kerékpáros klub versenyzője. A cyclecross magyar kupa futamát nem csupán protokollális kötelezettségét teljesítve Ács Rezső szekszárdváros polgármestere nyitotta meg. Büszkék vagyunk arra, hogy annyian eljöttek, mint tavaly, mert tudunk olyan versenyről, kevesebben vettek részt, mint a szekszárdi verseny, pedig nagyvárosban szervezték. A sportközpont non-profit Kft. Csillag Balázs talált ki a versenyt, és ugye tavaly évben annyira jól sikerült, és annyi pozitív véleményt, visszajelzést kaptunk a versenyzők, a vendégek, a nézők részéről, úgy gondoltuk, hogy idén is megrendezzük, sőt jövőre is meg szeretnénk majd. Mivel Szekszárd ideális helyszín, akár a belvárosi pálya, akár sötét völgyet veszük számításba, ahol korábban már rendeztek kerékpár cross versenyeket, a szövetség könnyen rábólinthat egy a mostaninál, a Magyar Kupa futamnál rangosabb versenyre is jövőre. Készült, de nagyon, a Paksi Atomerőmű férfi kosárlabda csapata a szombathelyi Falkó legyőzésére. Különösen azért, mert új vezetőedzőjük nyáron éppen tőlük érkezett Paksra. Az első nagy skalp reményében végül csak űzte a légiósaiban új összetételű Paksi egylet a nagyvadat, de elejteni nem tudta.
Mind a két csapatban volt a mérkőzés nagy részében egy kiválóan dobó játékos, akivel nem tudtak mit kezdeni, sem emberfogással, sem csapatvédekezéssel az éppen pályán lévők. A Falkót most is pontgyárosa Curry Junior vitte előre, neki köszönhető elsősorban az első fél időben megszerzett 17 pontos szombathely előny. És az aséből pedig az irányító Evansnek, hogy megmaradtak a folytatásra a remények. Szünet után egészen más asét látunk. A csapatot a vállán vívő labdaszerzésben, lepattanózásban, no és a pontszerzésben is jeleskedő Jeftovics mellé örvendetes módon ezúttal a Ruják Kovács Eilingsfeld magyar válogatott trión nőtt fel, és minőségibb jobb csapatmunkából ledolgozta a hátrányát az ase. Az utolsó játék részben azonban kulcsembere Jeftovics kipontozódása után megint szétesett a csapat, a kelleténél több eladott labda és az elhamarkodott pontatlan dobásokkal végződő támadás befejezések jellemezték ekkora fehérek játékát, az etélen éppen az ellenkezőjét bemutató tavalyi ezüstérmes Falkó ellen. Így elmaradt a meglepetés, 83-75-en nyert Pakson a szombathelyi csapat. Szrecskó Szekulovics éppen a Falkótól érkező új vezetőedző az indokoltnál is lehangoltabban értékelte a történéseket, mert ugye a Falkótól azért ki lehet kapni. Talán mert titokban remélte a hangulatot megalapozó bravúr győzelmet volt csapata ellen, és előzetes nyilatkozatában a hazai veretlenség hosszú távú megőrzéséről is beszélt. 11 eladó labda. Szerintem a több volt az első félidő. Nagyon gyenge produkáció, például a Faust, meg a Trajkovski, két légiós, aki összesen dobtunk 6 pont. Ez a nagyon gyenge és nagyon, nagyon kevés, szerintem. Nem kaptuk jó ritmus, minden volt, nem értem, tényleg nem értem, ez most nekem is kell gondolni. Teljesen más csapat van a edzésen, teljesen más a meccsek. És most nem értem, ez ilyen, mi volt, nem harcolunk most, mint a edzésen, és ez nagyon rosszom érzem most. Sajnálom nagyon, ez a hosszú idő nem volt ilyen sok közönség nálunk, és nem sikerül. Tényleg ez ilyen, frusztrált vagyok kicsit most, lehet mondani ez is, ez nem szeretem ilyen vereség. A csapat legjobbja Jeftovics a 14 eladott labda miatt keserget, ami ezen a szinten tényleg nem fér bele. I think you watch one good game, especially first half, but we didn't. A támadójáték azért kezdett már összeállni egy valóban erős csapat ellen, amire lehet építeni. A taktikát többé-kevésbé a lepattanózásban sikerült megvalósítanunk, elsősorban a támadó lepattanók terén. A 14 eladott labda rettentően sok, ez a másodosztályban sem elfogadható, kesergett a 14 pontot, 9 lepattanót, 6 kiharcolt faltot jelző, de a hajrára mégis kipontozódó kitűnő szerb kosarat. We have to forget this game as fast as we can and turn around next game. Vele ellentétben a másik két légiósnak, a makedon Trajkovicsnak és az amerikai Faustnak bizony lehet lelkiismert furdalása az első rangadón nyújtott produkciója miatt. A Sötétvölgyi parkerdőben rendezte meg 3D íjász versenyét szombaton az Aliszka Nyilai Íjász Egyesület. A közel 300 induló 24 különböző célra nyilaszhatott, mint például a Magyarországon őshonos őz, szarvas vagy róka, de emellett egzotikus vadak is akadtak, így tigrist és medvét is célba kellett venniük a versenyzőknek. Távot, terepviszonyokat felmérni, távcsővel bemérni az állatot, célra tarts és... Nem, ennyire azért nem egyszerű az íjászat. Sötétvölgyben vagyunk, ahol a dél-dunántúli régió legkedveltebb és legnívósabb versenyét követtük végig kameránkkal. A helyszín évek óta ugyanaz, az állomások azonban és útvonalak időről időre változnak. Az idei 24 állomás 3 kilométeren volt elszórva az erdőben. Állóképesség, ügyesség, pontosság, mind erény egy 3D íjász versenyen. Dél-Dunántúli régiónak a zárófordulója. Mondhatnám, szinte a világ minden részéből jöttek, de azért ennyire tágon nem. A Vajdaságból 6 íjász egyesület képviselteti magát közel 70 fővel, akkor még Kanadából is van íjászunk, ő jött eddig még a legmesszebbről. Hát a környékről, Magyarországról szinte, hát az elit itt van, aki számít az íjászatból, eljött a versenyünkre. Hát
jó versenyt szoktunk rendezni, remélem most is úgy fognak lejönni a pályáról, jól érezték magukat, és az eltervezett pontszámokat el is érték. Tigrisre lesz a lövés, most várjuk, hogy az előttünk lévő csapat befejezze az értékelést, és ahogy elmennek a zónától, akkor utána már megkezdjük a lövést. Ennél az állomásnál nem csak, hogy körülbelül 27 méterre, tehát viszonylag messze van a Tigris, de lefelé is kell lőni a versenyzőknek, ami jócskán megnehezíti a röp pálya megsatszolását. A sötétvölgyű erdőt azért szeretik, mert itt változatos terepviszonyok mellett tudnak íjászkodni. Itt van felfelé lövés, lefelé lövés, síklövés, úgyhogy minden szögből ki tudják magukat próbálni. És hát ez egy nagyon szép erdő. Az egytől értelmezhetően mindig emelkedő sorrendben haladunk a pályán. Ott, hogyha lelőtek, most dupla karós a verseny, mert ilyen nagy, magas négy számnál azért, hogy egy kicsit megpörgessük a verseny lefolyását, ezért egyszerre két ember tudjon lőni. Lelőtek egy plusz egy lövéses, hogyha az első lövésük nem talált, akkor csökkentett pontértékkel lőhetnek. Ez egy kis vadász longbow, Tisza River Archery. Gyártó, vajdasági gyártó, a fiatalember, gyönyörű munka, látjátok, élményvel előni, tényleg. És akkor, hogy ne csak beszéljünk róla, mutassuk is, hogyan szerepel a szerkezet éles helyzetben. Kornél elmondása szerint csak a mormotát nem szíveli, ha 3D versenyről van szó. Sötét völgyben mormotát mi most nem láttunk, sem életnagyságú habból készültet, sem pedig elevent. Kornél már hazai pályán mozog szinte, hiszen közel 10 éve jár a dél-dunántúli régiós 3D sorozat sötétvölgyi versenyére. Imádjuk sötétvölgyet. Minden évben itt vagyunk, hasat tehetjük. Ha nem a tavaszin, akkor az őszi versenyen. Most is elég nagy létszámba érkezett a klub, tehát 10 fővel, ami úgy gondolom, hogy egy 200 kilométerre lévő klubtól nagyon szép teljesítmény. Ha csak tehetem, akkor kint vagyok. Ha nem íjászkodok, akkor más sportot, de próbálunk kint lenni a természetbe. Az Aliszka Nyilai Íjász Egyesület versenyzői 7 aranyérmet, 3 ezüstérmet és 3 bronzérmet szereztek. Aranyérmes lett Andrékovics Balázs, Barta Nikolett, Bence Gábor, Dudás József, Juhász Márton, illetve Szedmák Fanni és Tóth Ágnes. Ezüstérmet szerzett Keszler István, Müller György, valamint Vehovszki, Kira Tícia, míg Barta Viktória, Seidl Milán és Varga György bronzérmes lett. Több mint egy évtizede nagy népszerűségnek örvend Pakson a Fuss, Úsz, Kerékpározza gyermekedért mozgalom. Minden alkalommal több száz gyermeket, szülőt mozgat meg az esemény, melyen értékes sportszervásárlási ajándékutalványt nyerhetnek az intézmények. Cél minél több résztvevőt megnyerni az eseménynek, a kerékpározás a legnépszerűbb. Igazi kiránduló idő várta a parkolóban gyülekezőket. Idén már 15. alkalommal rendezi meg nagy sikerű programsorozatát a Fuss, Úsz, Kerékpározza gyermekedért mozgalom. A Paksi ESE által életre hívott kezdeményezés a város minden oktatási intézményét megmozgatja. A futás néhány hete lezajlott, legutóbb szombaton pedig a kerékpározni vágyókat várták a pontgyűjtő akcióra. Két évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy nem cseresznyéshez környékére tekerünk, hanem hogy kihasználjuk a város adta lehetőséget, és hogy a csónakászhoz vegye, ez egy úgymond kiépített kerékpárút, így erre a döntésre jutottunk, hogy akkor oda fogunk most tekerni az idén is. Az idei évben is a város összes közoktatási, tehát iskolái és óvodái neveztek erre, már rangadónak mondható rendezvényre. Én azt gondolom, hogy a közel 1000 főt el fogjuk érni az idén is. A 3 sporteseménye, tehát a futás, a kerékpár és az úszás között mindig a kerékpár az, ami a legnépszerűbb, és talán a legjobban szeretik. Talán azért is, mert hogy könnyebb, gyorsabb is, meg egy kicsit olyan, hogy változatos is nekik. Maga a táv az, hogyha oda-vissza nézzük, az úgymond közel olyan 15 kilométerre tudható be. A regisztráció az kint van a csónakháznál, az ottan lévő parkolóban várják őket az energetikai szakközépiskola diákjai, és ők végzik a regisztrációt. 15 perces csúszással intézményenként indultak a résztvevők. Átkísérték őket a 6-os úton rendőri irányítás mellett, ezzel is garantálva a biztonságukat. Eddig minden évben a Deák iskola vitte el a pálmát. A legtöbb résztvevőt ők tudták produkálni a sportos megmozdulásra. A kerékpározás egyébként a legnépszerűbb a 3 sport közül. Még nem voltam soha ilyenen.
és igazából azért jöttem el, mert szeretnék. Szoktál-e rendszeresen kerékpározni, és ha igen, akkor kikkel, meg merre? Hát szoktam, néha az iskolában, meg edzéssel, a barátommal, a Péterékkel. Nagy múltra tekint vissza iskolánknak a sportjai, sporteredményekkel rendelkezünk. A pedagógusok mozgatják a szülőket, és könnyű dolguk van, mert nagyon aktívan vesztek részt a megmozdulásokon. Hát remélem, hogy a szép idő is nekünk kedvez, és legalább a fele tanulók szülőkkel, nagyszülőkkel együtt részt vesztek a rendezvényen. Mi az, ami miatt fontos ez az iskola számára? Tárgyi eszközök vásárlására fordítjuk a nyeremény, másik pedig a közösség formáló erő, ami együvé kovácsolja. Így szombat délelőttönként is a pedagógust, a szülőt, nagyszülőt, tanulót egyaránt. A csónakházhoz fogunk kitekerni, a családommal rendszeresen. Róljuk ezeket a köröket itt a városon belül, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem megerőltető ez még az alsó tagozatos és az óvodás gyermekek számára sem. A versengés győztesei a programsorozat végén több százezer forint értékű sportszervásárlási utalványt nyernek intézményük számára. A programsorozat november 17-én úszással zárul a Paksi tanúszodában. Boccsa történelmet írtak a pécsi versenyzők az október 20-án és 21-én zajlott para boccsa országos bajnokságon. 7 érmet sikerült szerezniük, amire eddig még nem volt példa. A PTE Peac lendületese 9 sportolója a 2 nap alatt 46 mérkőzést játszott le, melyből 34-et megnyert, és mindössze 12 vesztes meccs áll a mérleg másik oldalán. Pécset rendezték a Parabocsa országos bajnokságot, a megnyitón a Beck testvérek zenéltek. Beck Zoli elmondta, hogy nagy megtiszteltetés volt számukra ez a szereplés, és ha a szervezők nem kérték volna fel őket, valószínűleg ők jelentkeznek. A történet tulajdonképp viszonylag egyszerű, minek utána most már szem harmadik éve minden fél évben hirdetünk egy véradó programot, és ott a Zoliékkal, ennek a rendezvénynek a szervezőivel is szoktunk találkozni, akik jönnek rendesen vért adni, és erre múlt felett büszkék vagyunk, és érezte, hogy úgy látszik, hogy ez a zenekar végül is olyan, ez a 30Y, hogy ilyen, csinál ilyen véradást, meg törődik a természettel, meg mit tudom én, érzékeny a társadalmi problémákra, és azokon próbál segíteni. Ezért azt hiszem, hogy olyan evidensen álltunk a sorba, mindegyikünk várta a véradással a papírját, véradásra a papírjait, és akkor azt megkérdezte tőlem, hogy volna-e kedvünk egy ilyenbe részt venni, és mondtam, hogy persze nagy örömmel, úgyhogy tulajdonképpen minden kezdődött az ügy, meg hát egyébként a boccsa sport egy nagyon izgalmas ügy, szeretem nézni Olaszországba vagy Horvátországba ezeket a játékokat, és az meg, hogy a parasport ügyét és a benne sportolókat segíthetjük, az meg, hogy mondjam, nekünk öröm. Talán, ha fordítanék egyet, akkor az is lehet, hogyha a Zoli nem keresett volna minket, akkor előbb-utóbb én kerestem volna őt. 2014 novemberében a PTE Peac parasport szakosztállyal bővült. A lendületese ennek a szakosztálynak lett a tagja. Az idei Parabocsa Magyar Bajnokságot a Magyar Parabocsa Szövetség, a PTE Peac, a PTE Sportiroda és a Kecskeméti Mozgáskorlátozottak ESE közösen szervezte. Hát ez egy óriási siker, én azt gondolom. Most beszéltem a Parasport Bizottságnak az egyik vezetőjével, és azt mondta, hogy már most látja, hogy Pécs mit csinál. Egy óriási vidéki bázis vagyunk, és lettünk. És ez nagyon jó, mert azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem minden évben egy új sportággal tudunk gazdagodni. Jelen pillanatban megközelítőleg már 70-80 versenyző van a PTP az Parasport szakosztályában. Ha azt veszem, hogy elindultunk 6-tal 3 évvel ezelőtt, akkor ez óriási siker. Vannak csörgőlabdásaink, bocsásaink, asztalitaniszezőink. Két hete vettük fel az örökséges kosarasokat a parasport szakosztályunkba. A nyáron jöttek hozzánk a vak és gyengélátott tekések, tehát már 5 sportágat átfogunk, lefedünk, és nagy tervem, hogy az ülőszékes röplabdásokat is valahogy létrehozzuk itt Pécset, ugyanis tudni kell, Magyarországon az első világverseny a 80-as évek közepén éppen Pécset volt, egy ülőszékes világbajnokság, ahol azt hiszem 16 csapat vett részt,
és a magyar csapat, magyar válogatottnak egy pécsi úriember volt a csapatkapitány, aki sajnos már nem él, úgyhogy talán az ő emlékének is tiszteletet adva megpróbáljuk ezt az ülőszékes, illetve ülőröplabdát visszahozni Pécs városába. Külön értéket képvisel a fogyatékkal élők sportján belül a pécsi Parabocsa magyar bajnokság, melyet idén október 20-án és 21-én a Gandhi sportcsarnokban rendeztek. Minden eddiginél többen, 10 egyesületből összesen 61-en neveztek a különböző kategóriákban, de két horvát versenyző is megmérette magát. Ez a parasportban az elmúlt 12 évben, de talán a parasport történetében is egyedülálló, hogy ennyi versenyző indul el egy országos bajnokságon. 9 pécsi versenyző indul. Az elvárásunk ugye Berkes Gergő személyében van egy válogatott versenyzőnk, de a többiek is kiemelkedőek, tehát hogyha nem akarok senkit megbántani, senkit kihagyni, de én azt gondolom, hogyha 3-4-en az elődöntőbe jutnak, és abból legalább 2-3 érem születne, akkor szerintem elégedettek lehetünk, de már azzal is elégedettek vagyunk, hogy az egész csapat itt van, egészséges, és neki indul ennek a hétvégének. A tavalyihoz hasonlóan idén is a PTE PEAC parasport szakosztályának színeiben indultak a pécsiek. Berkes Gergő 2 évvel ezelőtt kezdett el bocsázni, tavaly 3, idén pedig 2 nemzetközi versenyen indult. Válogatott sportoló, ez volt Pécsett az első megmérettetése. A pontosság, ami a legmeghatározóbb. Jól kell látni a pályán. Tavaly nyertünk egy bronzérmet, egy Európa kupán, pedig egyetlen érmem, szóval az a legkedvesebb. A PTE PEAC lendületes sportolói közül aranyérmes lett Sipos András hazai 2-es kategóriában, és Kolossa Ferenc hazai 1-esben. Ezüstérmet szerzett Virág Attiláné hazai 2-es kategóriában. Bronzérmesek: Kienle Kinga hazai 2-es kategória, Koleszár Gréta hazai 1-es, Berkes Gergő BC4-es kategória, és Trampusz Krisztián BC1, BC2-es összevont kategória. Rózsa István 5. lett a hazai 1-es kategóriában, Olá Balázs pedig a 12. a BC1, BC2-es összevont kategóriában. Ezzel az eredménnyel bocsa történelmet írtak a pécsiek. Kiélezett csatában 78-76 arányban győzte le az atomerőmű ESE B csapatát a Kozár Mislenyese U16-os gárdája hazai pályán. Imrech Ajtonya, a házigazdák vezetőedzője szerint ebben a csapatban sokkal több van, és ő a maximumot szeretné kihozni belőlük. A paksiak célja pedig a tapasztalatszerzés, hiszen 1-2 évvel fiatalabbak a fiúk, mint a többi csapattagjai. Az utolsó másodpercekben szerzett kosárral győzött a Kozár Mislenyese kosárlabda szakosztályának csapata a Nemzeti Fiú Regionális U16-os kadettbajnokság második fordulójában az atomerőmű ESE B gárdája ellen. Imrech Ajtony együttese ezzel az eredménnyel eddig veretlen a szezonban. Az első fordulóban ugyanis a Dunaújváros ellen sikerült nyernie a Kozár Mislenyi csapatnak. Az edző mégsem elégedett. Hát nem voltam megelégedve nyilván, tehát abszolút mértékben nem voltam megelégedve. Természetesen azért olyan nagyon nagy meglepetés nem ért, tehát hogy nagyjából tudom, hogy hol tartunk. De amit folyamatosan mondok szinte minden korosztályomnál, tehát akikkel foglalkozunk, hogy nem lehet akarat nélkül ezt a sportágat űzni azon a szinten, ahogy mi szeretnénk. Tehát itt nagyon komolyan és határozottan el kell dönteni azt, hogy kinek mi a célja. Tehát itt lehet hobbiból kosárlabdázgatni, azzal sincs semmi gond, de aki lejön hobbiból kosárlabdázni, az is próbálja maximumot adni. Tehát ez az alap. Ez az alap, mert hogyha nem így működik, akkor nem kell edző, nem kell klubvezetőség, nem kell mez, nem kell semmi, akkor ez egy hobbi kosárlabda. Tehát teljesen mindegy, hogy regionális bajnokságba indulsz, vagy az NBA-ba, vagy az első divízióba, tök mindegy. Egy-kettő, meg nyilván nekem ez a mentalitás, hogy bármit csinálok, azt maximálisan csinálom. És abszolút nem látom ezt a gyerekeken. Nyilván egy most lehet analizálni, hogy miért, meg hogyan, meg nyilván én is úgy vagyok nekik, meg ők is újak nekem. Ez itt teljesen rendben van, de ilyen lagymatagul, meg ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, nagyképűen játszani nem szabad. Tehát ez a csapat, akivel mi játszottunk, le a kalappal az ellenfélet. Tehát ez a csapat 1 vagy 2 éve fiatalabb volt, gyönyörű kosárlabdát játszott ahhoz a korosztályhoz képest, ahol ők vannak. Az atomerőmű ESE B csapata azért indult az U16-os bajnokságban, hogy a 14 éves fiúk tanuljanak a nagyobbaktól.
Ez a Kozár Mislen elleni találkozón sikerült is, hiszen végig fej-fej mellett haladva küzdött a két csapat, majd egy dudaszós kosárral a házigazdáknak kedvezett a szerencse. Direkt indultunk ebben a U16-os bajnokságban U14-es csapattal, mert ráadásul Nagyresz 2006-os születésű, úgyhogy akár 3 évvel fiatalabb is, mint az ellenfel. Direkt azért indultunk, hogy szerezünk tapasztalatot, mert egy Paksra mondható, egy kiváló korosztályról van szó, úgyhogy én próbálok nekik minél több lehetőséget adni, leginkább tapasztalatot szerezni, mert ilyen meccseken tudjuk tapasztalatot szerezni. Fáj most ez a két pontos utolsó másodperces vereség, de nyilván én feldolgozom most egy perc alatt, fiúknak nehezebb lesz, de ők is fognak felállítani, és ez, amit ma szereztek, ezt a akár önbizalmat is, hogy tudnak játszani nagyobb testű ellenfel ellen, ez biztos, hogy fog kamatozni, mert ez már megszokják ezt a tempót, ezt a erőnletet, és akkor fogunk fejlődni szerintem elég jól. Mindkét csapat célja, hogy a folytatásban még jobban küzdjenek. A Kozár Mislenyiek edzője bízik abban, hogy a hullámvölgy után a fiúk ugyanolyan nagy ritmusban tudnak majd játszani a folytatásban, mint az első fordulóban. A paksiak mestere pedig abban bízik, hogy a soros Dunaújváros elleni hazai bajnokin is ennyire elszántak lesznek, mint a Kozár Mislen ellen. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő héten találkozunk, addig is viszontlátásra!